A szakképzési feladatellátás tekintetében a szakmai gyakorlati oktatást tanműhelyben, illetve gazdasági környezetben kell megszervezni, lehetőség szerint heti tömbösítésben, kis létszámú csoportokban. A gyakorlati oktatás részleteinek járt utána stávunk. A szakképzésért felelős helyettes államtitkár levélben tájékoztatta az intézményeket. A szakképzési feladatellátás tekintetében a szakmai gyakorlat oktatás tanműhelyben, illetve gazdasági környezetben kell megszervezni, lehetőség szerint heti tömbösítésben, kis létszámú csoportokban. A jelenlétet igénylő gyakorlatokat az intézményekben, duális képzőhelyeken meg kell szervezni, és ezeket meg kell tartani, lehetőleg tömbösített formában és kis csoportos foglalkozások keretében. Intézményünk ezt szervezte meg, és megkezdődött a gyakorlatoknak a eltolt időkben történő megjelenéssel teljesített formája, illetve hát a tanulóink most már ezeket a gyakorlatokat tömbösítve teljesítik, tehát egy-egy heti 2-3 órás gyakorlatból erre az időszakra eső összes gyakorlatot egy folyamatos munkarend szerint teljesítik az iskolában, aztán pedig egy másik csoport érkezik, akik szintén részt vesznek ebben a munkában. Ez alapját az A és B osztályba járó szakképzésben résztvevő tanulóknak 2020. november 16-ától kezdődően a modul keretrendszerben közzétett beosztás szerint a gyakorlatra vissza kell jönni az iskolába. Kollégista tanulók kollégiumi elhelyezést és étkezést a megszokott rendszerint kapnak. A kollégiumunk is újraindul természetesen, de azzal együtt, hogy nagyon kevés a létszám, tehát biztosítható az izolált elhelyezése a tanulóknak, hiszen egyszerre kevesen vannak bent, és eltoltan érkeznek. Maszk használata a gyakorlat során kötelező. A szokásos járványügyi szabályok vannak a beléptetésre vonatkozóan, illetve a 1,5 méteres védőtávolság, a száját, orrot eltakaró eszköz használata, maszk használata az kötelezően előírt. Gészfertőtlenítésnek a lehetősége a munkafeladatok közötti szerszámeszköz, műszerfertőtlenítésnek a biztosítása, ezeket biztosítja az intézmény. A diákok örülnek, mert szerintük is fontos, hogy a feladat végzés során a tanároktól tudjanak kérdezni, hiszen a kérdések egy-egy művelet elvégzése során merülnek fel. Nagyon örülök neki, hogy jönnöm kell iskolába, legalább nem kell otthon lennem, de hát így legalább eltelik az idő, és így hasznosan telik. Sokkal jobb dolog, mert így legalább a tanár el tudja magyarázni nekünk a dolgokat, és jobban meg is értjük.